Főispán úr, elnök úr, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy a Magyar Államkincstár újabb két állampapír értékesítési pontot nyit, és most Pest vármegyében. Ugye holnapi naptól ebben az épületben lesz egy új pontunk nyitva, illetve Veresegyházon pedig február 20-ától. Mindkét helyszínen 8 és 15 óra között fogadjuk a vendégeket, itt hétfőnként, Veresegyházon pedig csütörtöki napokon. Mielőtt belefognánk a mai tájékoztatóba, szeretném bemutatni mai napunk két előadóját, dr. Tajnai Rihárd urat, Pest megye főispánját, illetve Bogár Csaba elnök urat, Magyar Államkincstár részéről. De mielőtt átadnám főispán úrnak a szót, engedjék meg, hogy két rövid gondolatot megosztok önökkel. Az egyik arról szól, hogy a Magyar Államkincstár Budapest és Pest vármegyei igazgatósága jelenleg 4 kirendeltségen, és most a mostani megnyitásokkal 13 értékesítési ponton várja az ügyfeleket állampapír forgalmazási ügyekben. Ugye a kirendeltségeken teljes körű ügyintézés van, ebben benne van a készpénzforgalmazási lehetőség is. Az értékesítési pontokon pedig teljes körű ügyintézést biztosítunk, számlanyítás, számlákkal kapcsolatos egyéb ügyintézést, és bankkártyák fizetési lehetőségével akár forintban, akár euróban tudnak vásárolni. A 13 értékesítési pont közül 5 budapesti kerületünk van, második, harmadik, ötödik, 17. és a 18. kerületben, és most megnyíló két vidéki, városi pontjaink mellett még Dunakeszi, Gödöldő, Monor, Szigetszentmiklós, Szentendre és Vácon várjuk az ügyfeleinket. A másik gondolat, anélkül, hogy túl sok számot mondanék önöknek, az igazgatóságunknál jelenleg 285 ezer ügyfél rendelkezik számlával, ezek száma pedig, mármint a számlák száma 296 ezer, és összességében 2760 milliárd forint értékben kezelünk értékpapírokat, állampapírokat, és mindemellett még 570 millió euró értékű állomány is az igazgatóságunk kezelésében van. Ez azt jelenti, hogy a kincstár által országosan kezelt állampapír állomány több mint fele az igazgatóságunk kezelésében van. Ennyi bevezető után szeretném átadni a mai tájékoztató első előadójának, dr. Tajnai Rihárd úrnak a szót, és kérem, hogy tartsa meg tájékoztatását. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt igazgató úr, járáshivatalvezető asszony, helyettes úr és kedves kollégáim. Szeretettel köszöntöm mindnyájukat, természetesen az újságírókkal együtt. Én nem nagyon szeretem a Forma 1-et, mert unalmasnak tartom, hogy jönnek az autók, és nagyjából ennyit lát az ember, de a gyerekeim rákaptak az utóbbi időben, és néha én is oda ülök egy 10-20 percre a tévé elé. Aki ismeri ezt a versenyt, az pontosan tudja, hogy van egy safety car nevű autó, ami a futam megkezdése előtt 5 perccel fölvezeti az autókat, végigmegy, megnézik, hogy biztonságos-e, és a biztonság szempontjából megfelel-e a pálya, majd aztán félreáll és indul a verseny, ha baj van, akkor ismét megjelenik, és akkor ismét lelassítja a forgalmat. Azt gondolom, hogy a biztonság egy ilyen rendkívül veszélyes versenynél, mint a Forma 1 is előtérbe kerül, és ez elég sokat mond. De ha ez így van, akkor egy ország életében még inkább a biztonság az a kérdés, az a fogalom, ami a legfontosabb. Gondoljunk csak például a honvédségre Magyarországon. Bennem van az a kép, amikor 2010 előtt talán 14 hadrafogható katona volt a hadseregen, a honvédségen belül. Most ugye itt már a 10-20-30 ezer fős számoknál tartunk. A honvédség felszerelése a biztonságunk érdekében egészen kiváló. Éppen most a napokban jelent meg egy külföldi elemző cég, amely azt mondja, hogy biztonság szempontjából, honvédelem szempontjából Magyarország Európában és Közép-Európában pedig leginkább
a legbiztonságosabb ország, mert a hadseregünket fölfejlesztettük, és egyébként nem adtuk oda a fegyvereinket más országok részére. Tehát itt is nagyon fontos a biztonság, és hogy egy kicsit közelítsek az államkincstár felé, mert hát mégis azért vagyunk itt. Gondoljunk abba bele, hogy 2018-ban Magyarországon a Nemzeti Bankban 3,1 tonna arany volt, tehát ennyi aranytartalékkal rendelkezett az ország. Ez 91 és 2018 között változatlan volt. Én egyszerű gyerek vagyok, nem értek a pénzügyekhez, ezt őszintén megmondom, de azt tudom, hogy az arany az jó. Az biztonságos, az hosszú távon, ha van, az mindig jó, legyen háború, legyen viszmajor, vagy bármilyen más helyzet. Most ez az arány 94,5 tonna a 3,1-ről. Ez azt jelenti, hogy a magyar költségvetésnek 345 milliárd forintos nyeresége volt, csak ebből a szerintem józan paraszti észből vett lépéssel. Ha 2007-ben az akkori szocialista kormány alatt Simor jegybank elnök úr ezt meglépte volna, és ez a folyamat elindult volna, akkor most több mint 1200 milliárd forinttal több pénz lenne, vagy haszna lenne, vagy lett volna a magyar államnál, így ennek az egynegyede. A biztonság tehát az arany tekintetében is, a gazdaságban és a Nemzeti Banknál is fontos. És van nekünk egy államkincstárunk, amely a biztonságot a pénzügyekben is megjeleníti. Lehet vagánykodni, lehet nagyobb kockázatot vállalni, lehet olyan befektetésekbe tenni, ami extra hozamot ígér, 600%-os, meg én nem tudom mi, persze az apró betűt is érdemes itt elolvasni. Az államkincstár nem ez. Az államkincstár az, amely olyan az a szervezet, amely olyan szolgáltatást nyújt, ami biztonságot jelent. Biztonságot jelent az ügyfeleknek, ezért is azok a számok, amiket igazgató úr ismertetett, ez a józan paraszti ész alapján kikövetkeztethető. Tehát ha valaki konzervatív ügyfél, és most nem a politikai meggyőződését boncolgatom, hanem pénzügyileg konzervatív, tehát kerüli a kockázatokat és a biztonságra törekszik, akkor szerintem teljesen magától értetődő, hogy a magyar államkincstár szolgáltatásait fogja igénybe venni. Ha pedig mi a kormányhivatal részéről helyt tudunk adni ennek a szolgáltatásnak, akkor nagy szeretettel várjuk az államkincstártól érkező kollégákat. Az ügyfelek így mindenképpen jól járnak, mert a biztonságos pénzügyek tekintetében tudnak lépni. Én nem tudom, és továbbra sem kedveltem meg a Forma 1-et, hogy mi a jó. A safety car kimegy, és utána kockáztatni nagyokat és belemenni a csímbe. Lehet, hogy bejön, és lehet, hogy futamgyőzelmet ér, de lehet, hogy összetörik a kocsi, és a végén végez valaki. Aki ezt kedveli, az semmiképpen sem pénzügyek tekintetében ne a magyar államkincstárhoz forduljon. Viszont, hogyha valaki azt szeretné, hogy pontosan tudja, hogy kiszámítható hozama lesz, az biztos lesz, hiszen egy egyre erősebb állam és egy egyre erősebb gazdasága rendelkező állam áll a háttérben, akkor nyugodtan a magyar államkincstárhoz forduljon, és biztos helyen lesz a befektetése, biztos helyen lesz a pénze és a hozama. Én köszönöm, hogy ismét együtt tudunk működni az államkincstárral e tekintetben. Isten hozta az új kollégákat, remélem jól fogja magát nálunk érezni, és az ügyfelek véleménye lesz a mérvadó, úgyhogy reméljük egyre többen keresnek meg minket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, hogy átadtad a szót. Ha már biztonság, én is azzal, ezt nagyon jól mondtad, de nyilván a államkincstár Tomi sem áll távoljabb, hogy bármilyen részbe beszálljon, vagy versenybe, mármint olyan versenybe, ami kockázatos, hiszen a magyar államkincstár a magyar állami költségvetésnek a lebonyolítója. Tavaly 55 ezer milliárd forintot ment át a kincstáron a számlavezető rendszerén. Ez egy óriási szám, gondoljunk bele. A magyar állami költségvetés ugye 20-valahány milliárdot jelent, és az egyéb fogadott tételek és a folyosított tételek adják ki ezt a hatalmas számot. Ugye, és az a tartó pillér pedig azt is jelenti a biztonságot szempontjából, hogy az állampapír forgalmazásban is magyar államkincstár 2022-ben, amire nagyon büszkék vagyunk, ugye 25%-kal nőtt az ügyfélköre, több mint 132 ezer fővel növekedett a kör. Tavaly 660 ezer fő volt már, akinek számláját vezette a kincstár, ezért gondoljuk végig, 660 ezer magyar állampolgárnak.
ugye az a helyszín, amin most vagyunk, ez is ezt, azt mutatja, hogy ezt a növekedést valahol követnünk kell, mindenképpen kell nyitnunk újabb helyeket, mint ahogy a Edzőkbánd igazgató úr említette. Pest megyére is azért esett a választás, hiszen azért elmondhatjuk, hogy az állampapír forgalmazásban a Budapest és a Pest megyei régiónak kiemel szerepe van. 50%-át teszik ki az állampapírállománynak, ügyfeleinknek pedig a 40%-át. És hogy visszatérjek a helyszíni ott léthez, arra meg azért van szükség, mert tavaly az ügyeket 130 ezerre többen intézték. Ez nem az, tehát a 132 ezer új ügyfél, de a meglévő ügyfelek is sokkal nagyobb arányban részesítették előnyben a személyes ügyintézést, annak ellenére, és itt van a lényeg, mert a biztonsághoz az is hozzátartozik, hogy informatikai biztonság és pénzügyi biztonság, amellett értékpapírszámlán 38%-ba tudtuk növelni az ügyfeleinket, és amire különösen büszkék vagyunk, hogy azért azt ma már elmondhatjuk, hogy a számlanyítás, tehát az online térben webkincstárra rendelkezik a kincstár, minden harmadik már online köti meg a szerződését, nem személyesen. Nyilván a jövőnek az útja, amellett, hogy nyilván növeljük az értékpapír értékesítési, állampapír értékesítési helyszíneket, az, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban otthon, vagy akár bárhol, ahol éppen tartózkodunk, egy mobilon elérhetjük a saját befektetésünket, és át tudjuk tenni az éppen földjelen lett összeget egy megtakarításba. Ami nagyon lényeges, hogy idén köszönhetően az új állampapíroknak, ugye az inflációt követő állampapírnak ez a növekedés ma már egyértelműen látható, hogy még dinamikusabb, hiszen másfél hónap alatt már 40 ezer fő, tehát már 700 ezer fő van a kincstárban, vezeti a számláját. Ez azért nagyon fontos, mert tavaly még kb. 47%-a volt kincstári ügyfél, mert az összes állampapír ügyfelek, tehát körülbelül egy másfél millió emberről beszélünk, ma már ott van az 50%-nál. És ugye, ha már verseny annyiból van, nyilván, hogy az államkincstár egy olyan pénzügyi szolgáltató, amellett, hogy biztonságos működése van, a bankokkal versenyez az állampapírban is, és azt már kimondhatjuk, hogy ebben a versenyben 50%-ban a magyar államkincstár van a többi bankkal együtt, és a ügyfelek amellett, hogy személyesen is adott esetben kormányablakban, vagy a egyéb helyszíneinken, hiszen országban 19 megyei székhelyen és egyéb kitelepült helyszíneken tudnak állampapírt vásárolni a polgárok, amellett ösztökéljük őket, hogy használják bátran az internetet, egy nagyon biztonságos és gyorsan követhető és gyors információt találhatnak meg amikor venni akarnak állampapírt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm Főispán úrnak, elnök úrnak a megnyitó szavait. Csatlakozva elnök úr által, illetve Főispán úr által felvetett gondolatokhoz, ugye most itt a két értékesítési pont megnyitásáról van szó. Két értékesítési pont mind a kettő kormányablakban fog működni, tehát ezért külön köszönet Főispán úrnak, csapatának, hogy biztosította továbbiakban is a kincstár ebéli tevékenységét, illetve ezen a két értékesítési ponton vonzáskörzetekkel együtt újabb 80 ezer állampolgárhoz került közelebb ez a kincstári szolgáltatás, és azt gondolom, hogy ezek megint nagyon fontos a mi szempontunkból mindenképpen, de ahogy hallottuk, nemzetgazdasági szempontból is ezek nagyon fontos tényezők. Tehát még egyszer nagyon köszönöm a megnyitó szavakat. Ez az a pillanat, amikor megkérdezem a sajtót, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, az előadókhoz természetesen. Ha nincs, akkor szeretném, hogyha megtekintenénk a helyiséget, ahol majd a kollégáink holnaptól fognak tudni dolgozni, illetve még egy szolgálati közlemény, hogy elnök úr is, Főispán úr is lehetőséget biztosít egyéni interjú készítésére, tehát nyugodtan kezdeményezzenek ilyet is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, mindenkinek további szép napot kívánok, viszontlátásra! Köszönöm szépen!